Oké, haladjunk tovább, és nézzük, hogy mi is az, amiről még beszélnek ebben a videóban. Ugye arról beszél, hogy vannak fogalmak, melyek nem léteztek Enoch korában, és hogyan is kerülhetnek ezek bele, mint például a sínai hegy. A sínai hegy, vagyis a sínai vidék az először Semot, II. Mózes 16 első fejezetben említik, amikor is ugye elhagyták Egyiptomot az izraeliták. Igazából fogalmunk sincs, hogy mikortól kezdve hívják ezt sínai hegynek, vagy ezt a vidéket, mikortól kezdik el sínainak hívni. Lehet, hogy így volt 1000 évvel ezelőtt, 1500 évvel ezelőtt, de ezek szerint már az egyiptomi birodalom idején is ennek hívták, és ki tudja, hogy korábban minek hívták ezt. Nem hallottunk róla, mert nem volt rá szükség. De azt nem lehet kijelenteni, hogy csak azért, mert nincs leírva, ezt a vidéket nem így hívták. Ezek feltevések, amikről szó van. A másik ilyen feltevés a sabát. Arról beszél, hogy azok a kifejezések szerepelnek benne, amiknek akkor még nem volt koncepció, mint a sabát. Nézzük meg! Ez Berasít, második fejezet 1-től 3-ig, és elvégeztetik az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Elohim heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott vala. Megáldá Elohim a hetedik napot, és megszenteli azt, azaz elválasztotta azt, ez egy kódás, egy különálló nap, mivel hogy azon szűnt meg vala minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Elohim. A sabát, vagy a hetedik nap koncepciója a kezdetektől fogva velünk van, ezért nem is értem, hogy az, aki járni akarja az utat, hogy mondhatja, hogy ezt a zsidóknak adta, amikor láthatjuk, hogy a teremtés hetedik napján már létezett a sabát fogalma és intézménye, és onnantól kezdve mindig is létezik, létezni fog. És azoknak, akik azt mondják, hogy járják ezt az utat, ez egy olyan dolog, ami örömet kellene, hogy okozzon, hogy járhatjuk ezt az utat, Jesaja Ézsaiás 58-as fejezet 13-tól 14-ig ezt nagyszerűen leírja. De a lényeg az, hogy látjuk, hogy a sabát fogalma még a kezdetek kezdetén létrejött. Ha utána nézzünk, akkor látjuk, hogy ez a szó a hetedik, vagy heted napon, ez ugye ugyanaz a kifejezés, mely héberül úgy néz ki, hogy shibi, ami egy sin, egy bet, yod, ayin, és egy yod, szintén shibi, vagy shevi, de ez egy bet a második, szóval ez shibi. Ez azt jelenti, hogy hetedik. És hogyha még jobban utána nézzünk, láthatjuk azt, hogy a szónak a szó töve az egy sin, bet, ayin, shabá, ami annyit tesz, hogy megesküdni, vagy egy esküt tenni, vagy fogadalmat tenni, vagy ünnepélyesen kijelenteni valamit. Ez jelenti a szónak a szó töve, shabá. Ez a kifejezés shabá, amennyiben megváltoztatjuk az aint, és oda helyezünk egy ta karaktert, akkor láthatjuk, hogy megkapjuk a sabát szót. Sabát pedig a szombatnap. Sabát egyik jelentése az, hogy hét, úgy mint a hét a hónapok, vagyis a hetek, amiből a hónapok állnak. Hiszen ez a hétre utal, tehát a sabát, mint intézmény, a kezdetek kezdetén már ismert volt az emberiség számára. Következő, ami elhangzik, az pedig az, hogy a nagy nyomorúság, mint fogalom, szintén nem volt ismeretes abban az időben, hiszen Dánielnél jelenik meg ez először, ami olyan szempontból igaz, hogy Dánielnél valóban megjelenik a nagy nyomorúság, a 12-es fejezetben 1-től 3-ig így olvashatunk. És abban az időben felkér Mikhail, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mind ez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Ugye itt jelenik meg a nagy nyomorúság szerintük először. Azonban nézzük meg, mit ír Jeremiáhu, vagy Jeremiás a 30-as fejezetben 6-tól 8-ig. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szül-e a férfi. Mert látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét. És miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje ez Jakóbon, de megszabadul abból.
És azon a napon azt mondja a seregek hatalmassága, letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleid leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek. Láthatjuk azt egyértelműen, hogy a nagy nyomorúság nem Dánielnél jelenik meg először, hiszen már Jeremiás vagy Jeremiáhu szintén írt erről a napról. Ez az, amiről beszéltem az előbb. Ha kijelentünk valamit, és levonunk abból messze menő következtetéseket, és másoknak azt terjesztjük, akkor érdemes utána nézni a dolgoknak, mert lehet, hogy nem teljesen helyes az, amit mondunk. Ez érvényes rám is természetesen, amennyiben bármiféle probléma felmerül, bárki, aki úgy érzi, csinálj egy videót róla, írjon, azt csinál, amit akar. Erről szól ez az egész. Próbálunk járni az úton. Azonban azt nem tehetjük meg, hogy a saját értelmünkre, vagy bölcsességünkre hagyatkozunk, levonunk következtetést, és azt, ami szerintünk van, ami a mi véleményünk, úgy tálaljuk mások elé, mintha azok tények lennének, hiszen akkor ilyen problémák merülnek fel, mint ahogy itt sorozatban felmerülnek, ahogy láthatjátok, hogy szinte semmi sem úgy van leírva, ahogyan azt ők előadják. Hogyha hozzáveszünk mindazokat az utalásokat, melyek az utolsó napokról szólnak, akkor vége hossza nincs. Ez például Jesiahu 27, 12, 13, és lesz a ma napon. Cséplés tartja Hua az Eufrátesz folyóvizétől Egyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek Izrael fiai, és lesz a ma napon. Megfújják a nagy kürtöt, eljön nekik, elvesztek Asszíria földében, és ki kiüzettek Egyiptom földébe, leborulnak Jahu előtt, a Kodes hegyen, Jeruzsálemben. Ez ugye a nagy nyomorúság végéről szól. Jesiahu 30:22 szintén a végidőkről ír, 25-ös így szó, és lesznek minden magas hegyen, emelkedettebb halmon, patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak, és a holdnak színe olyan lesz, mint a napnak fénye 7-szer nagyobb lesz, olyan, mint 7 napnak fénye, ama napon, melyen Jahova beköti népe romlását, vereségének sebét gyógyítja. Jesiahu 47-es fejezetben Babilon ítéletéről szól, ami szintén a nagy nyomorúság ideje körül van, és mind e kettő eljön rád nagy hamar egy napon, gyermektelenség és özvegység teljességükben jönnek el rád, noha gazdag vagy varázslásban, és nagyon igéző szózatot. Ama nagy napon. Ezékiel 30-as fejezetben szintén ír a nagy napon, a nagy napról, melyen elérkezik Egyiptomra és a többi országra az ítélet. Ezékiel 38, szintén ismerjük ítélet az egész világon, és féltő szerememben búsulásom tüzében szóló bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén. Ezek mind-mind erről szólnak. Arról nem beszélve, hogy ugye Dániel után Hosea vagy Hoseás szintén ír, elérkeztek a számadásnak napjai, elérkeztek a megtorlásnak napjai. Szerintem azt is érdemes számba venni, hogy Énok valószínűleg nem angolul írt. Szóval az, hogy hogyan fordítják le azt, amit ő írt, és hogy mennyiféle verzión keresztül jutott el hozzánk, az egy másik probléma. Ugye a magyar fordítások az angolból keletkeztek, az angol keletkezett egy valamiből, és az a valami keletkezett egy valamiből, és így tovább. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy csak azért, mert a sínai hegy, vagy a nagy nyomorúság szerepe benne, Énok így nevezte ezeket a dolgokat. Ezt is érdemes megfontolni, mielőtt valaki véleményt mond ezekről a könyvekről. Még annyit megjegyeznék Énok védelmére, ugye arról beszélnek, hogy ezeket honnan tudja, ezek proféciák, ilyen proféciák nem voltak, ilyen pontosan nem lehet tudni. Azt ne felejtsük el, hogy Énokhoz hasonló nem igen volt az írás során, talán csak Eliáhu vagy Illés. Énok olyannyira Elohimmel járt, hogy ő egy példa volt mindenki számára. Erről ír a későbbiekben a zsidókhoz vagy Avri könyv szerzője a 11. fejezetben, az 5-ös versben. Hit által vitetett fel Énok, vagy Hanak, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Elohim felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Elohimnek. Olyan sok emberről azért azt nem lehet olvasni, hogy őt Elohim magához vette úgy, hogy ne lásson halált. Úgyhogy Énok vagy Hanak egyáltalán nem egy közönséges figura az írásban, akiről kijelenthetjük, hogy ő nem tudott a profétálás fogalmáról, vagy ilyen profécia nem létezhetett. Bereshit 5-ös fejezetben kettőször megemlíti azt, hogy Hanak vagy Énok Elohimmel járt, és 21-es vers, éle pedig Hanak 65 esztendőt és nemzé Metusá lett. És járt Hanak Elohimmel, minek utána Metusála nemzette 300 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat, és lőn
Hanok egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Hanok Elohim mellyárt, eltűnik, mert Elohim magához vevé. Ugyanúgy, ahogy zsidókhoz szerzője utal erre, kétszer leírja azt, hogy Énok vagy Hanok Elohim mellárt, hiszen ő egy kivételes ember volt, és magához vette Elohim. Azt nem mondhatjuk, hogy ő tudhatott, vagy nem tudhatott dolgokról. Azt mondhatjuk, hogy szerintem ő nem tudhatott, vagy nem tudott dolgokról. Azonban ez ne az, hogy mi van az ember szerint, az nem tény. Az csak egy vélemény. Különösen akkor, amikor Jahuda, vagy Júdás így ír. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket a nagy nap ítéletére örök bilincseken sötétségben tartotta. Tehát ezeknek az embereknek nem volt újdonság az, hogy az angyalok lejöttek a földre, elhagyták a fejedelemségüket, és itt élnek az emberek között, legalábbis itt próbálnak élni. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok erről, ami le van itt írva, ha elfogadjuk a kánonnak az érvényességét, akkor láthatjuk, hogy itt ez van leírva, hogy ez megtörtént ez a dolog. Honnan tudták ezek az emberek? Onnan, hogy a 14-es versben leírja, hogy ezekről is profétált pedig Hanok, aki Ádámtól, vagy Ádámtól fogva hetedik volt, mondván, ímé eljött Jahua az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttetök igaztalanok, igaztalanságoknak minden cselekedetéért, melyekkel igaztalankodtak, és minden kemény beszédét, amelyet az igaztalan bűnösök szóltak ő ellene. Ez arra enged következtetni, hogy ezek az írások rendelkezésükre álltak, hiszen arról beszél, hogy profétált pedig Hanok erről, vagy hallotta ezt a történetet, vagy pedig le volt írva és olvasta ezt. Mi nem mondhatjuk azt, hogy mindenki, aki erről beszél, az hazudik, vagy az, hogy csak azért, mert mi nem értünk egyet valamivel, az nem lehet igaz. Az egy lehetséges dolog, hogy aki írta Énok könyvét, sőt, hát biztos, hogy nem Énok volt az, aki ezt leírt, az a könyv nem maradt fenn, amit ő írt, és az lehet, hogy aki írta, az ismerte a fogalmakat, és beleszőtte azért, hogy érthető legyen azok számára, akik szintén ismerték ezt a fogalmat. A mi időnkben ugyanúgy, ahogy mi magyarázzuk az írásokat, azokkal a fogalmakkal, melyeket mi ismerünk. Ez egyáltalán nem egy új dolog. Ez természetesen lehetséges, ez azonban nem vesz semmit el annak az értékéből, vagy a hasznából. Következőben arról beszélnek, hogy ugye a Zakaria 14.4-ben elhangzó profécia, hogy is azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgy, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. Ugye Énok arról ír, hogy visszatérés a sínai hegyen fog visszatérni az angyalaival, és ugye, ami elhangzik az az, hogy nem tudom, hogy a kettő miközben van egymáshoz. Hát ha valaki nem tudja, akkor érdemes utána nézni, hogy mielőtt véleményt formál valamiről, ez általában igaz az életben. Ha azt mondom, hogy ez nem igaz, és közben nem tudom, hogy a kettő egy és ugyanaz, akkor ez egy probléma. A másik az, azonban Tehelim Zsoltárok 68-16-18-ig így ír, mit kevékedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Elohim lakhelyéül, bizony lakozik Jahua mindörökké. Elohim szekere 20 000, 1000 meg 1000, Jahua közöttük van, mint a sínai hegyen az ő szent hajlékában. A sínai hegy az ő hajléka, onnan tér vissza, az, hogy hova érkezik, az egy másik kérdés. Következő, amiről beszélnek, az az, hogy Dán nevét megemlíti Hanok. Már ezt megtárgyaltuk, hogy a proféta tudhat bármit, neki nem kell, hogy értse azt, amit lát, vagy amit leír. Ő egész egyszerűen csak információt ad a jövőre. A másik az, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki Dán nevét belét, hogy vajon ezt írta-e Hanok, vagy az, aki írta a könyvet, az már tudott erről, és hozzátette, hogy miért csak így vagy úgy. A következő, amire felhívnám a figyelmet, és akik nézik ezt így folyamatosan, azok megértik. Az, hogy nem is tudom, hogy mennyi idővel később Dán megszületett, ki lehet számolni, nem tudom pontosan, amiről ő beszél itt most, vagy hogy ez egy elfogadott tény a kereszténységben. Ha valaki így gondolkodik, vagy így előad egy bármiféle elméletet, vagy filozófiát tényként, miközben nem is tud bizonyos dolgokat, meg szerintem, meg a véleményem szerint, meg a kereszténységben elfogadott tény, arra nem lehet alapozni ezekre a dolgokra.
arról beszél, hogy a kereszténységben elfogadott tény, és ezt mindenki így látja, hogy az évszakok csak az özönvíz után keletkeztek. Hogy lehet ilyen ostoba dolgot állítani, hogy csak az, hogy évszakok csak az özönvíz után keletkeztek? Már Ádám, amikor a kertben volt, az volt a feladata, hogy művelje a földet. Bereshit 2:15, és vevé Elohim Jahua az embert is helyezteti az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hogyan lehet egy kertet művelni évszakok nélkül? Milyen idő van abban a kertben, hogy ott minden állandóan nő? Főleg úgy, hogy olvashatjuk azt, Bereshit első fejezet 14-18-ig, és mondta Elohim, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Tudjuk nagyon jól, hogy az ünnepek mind a mai napig fennállnak, mint ahogy akkor megvoltak. Az ünnepek az aratáshoz, illetve a földműveléshez vannak beállítva, hiszen így az ember Elohim elé tud járulni, és úgy, hogy ráadásul ajándékot is visz, hogyha nem visz valamit, ugye ez volt a követelmény, háromszor egy évben, akkor nem jelenhet meg előtte, és akkor megszegte ezt a törvényt. Ha van ünnep, akkor lennie kell valamilyen aratási rendszernek. Tehát tudjuk, hogy voltak évszakok sokkal korábban, sőt a kezdetektől fogva lennie kellett évszaknak, ugyanúgy, ahogy éjszaka és nappal volt, és ahogy később látjuk, ezeken uralkodott a két nagy világító. Teremté tehát Elohim a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet uralkodik nappal, a kisebbiket világító testet uralkodik éjjel, és a csillagokat is megteremtette. Helyezteti Elohim azokat az ég mennyezetére. Nem a világegyetembe, vagy szétszórta őket, az ég mennyezetére ráhelyezte azokat, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon, az éjszakán, elválasztják a világosságot a sötétségtől. Tehát voltak évszakok, és tudjuk, hiszen le vannak írva. Ami megint csak érdekes, hogy hivatkozhat valaki, aki azt mondja, hogy ő kifutott Babilonból, mint ezek az emberek, hogy mondhatja azt, hogy ez a kereszténységen belül egy elfogadott tény, és ezt mindenki egyetért ezzel. Kit érdekel, hogy a kereszténység mivel ért egyet, vagy mindenki más mivel ért egyet? Mi az, ami le van írva? Mellesleg az angol verzióban ez a kifejezés, hogy jelek, az ugye sign angolul, meghatározói ünnepeknek, ez a kifejezés, amikor olvashatunk, hogy ünnepeknek, ez seasons angolul. A season pedig évszakot jelent. Ha megnézzük a kifejezést, moed, akkor láthatjuk azt, hogy ez gyülekezetet jelent, valamiféle ünnepet, vagy évszakot. Egy olyan időszakot, ami előre ki van jelölve. Ez az, amit jelent a moed, az a kifejezés, amit ott láthatok. Előre kijelölt időszakot, vagy helyet, vagy egy találkozót jelent. Ezen kívül még évszakot, vagy egyfajta ünnepet, egy előre meghatározott időpontot. Ezt jelenti a moed, amit ott láthatunk. Az eredeti, illetve a szótár szerinti jelentése, láthatjuk, hogy egy időpont, például, egy előre meghatározott idő, vagy évszak, vagy időszak, egy fesztivál. Ha megnézzük a Gesenius Heber Kaldeusi lexikont, láthatjuk azt, hogy ez egy előre meghatározott időpont, ez az ünnep. Ezen kívül egy fesztivál, egy ünnepé, egy gyülekezetnek az időpontja. Érthető? Így azt is láthatjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond a kereszténység, vagy ki, vagy mindenki miben ért egyet, az írás mindig meg fogja mutatni nekünk az igazságot, amennyiben utána nézünk azoknak. Látjuk egyértelműen, hogy voltak évszakok, voltak ünnepek, azért, mert ez egy földműves rendszer volt. Az embernek ez volt a feladata, hogy művelje a földet. A földműveléshez szükséges évszak. Nem működik az élet évszakok nélkül. Az évszak mellesleg reprezentálja, vagy megmutatja számunkra az élet körforgását, az állandó megújulást, azt, ahogyan nekünk együtt kellene élnünk az atyával. Utána arról beszélnek, hogy ugye folytatva tovább ezt a gondolatmenetet, hogy a hideg-meleg nyár és tél, ez csak Bereshit 8:22-ben írja le. Az lehet, hogy ekkor írja le, az nem azt jelenti, hogy ekkor keletkezett. Nyilván nem ekkor keletkezett. Miféle gondolat az, hogy az özönvíz után vannak az évszakok, mikor ő megteremtett egy rendszert, a rendszernek ugyanolyannak kell lenni a kezdetektől a végéig, meg is mondta azt, hogy határt szab a vizeknek, stb. Leírja, példabeszédek 8, több helyen is leírja azt, hogy megalkotta ezt a rendszert, hogy hogy működik ez.
Ez ugye Misli példabeszédek 83-36. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. A másiákról van szó, mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem valamikor még semmi források vízzel teljesek nem voltak. Mikor még nem csinálta vala a földet, mezőket világporának kezdetét, mikor készíti az eget, ott valék, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősek kilőnek a mélységeknek forrásai, felveti a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, megállapítá a földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap játszva ő előtte minden időben. Ugye ez a vers a bölcsességről szól, illetve fejezet a bölcsességről szól, a föld keletkezéséről látjuk azt, hogy ezek a dolgok együtt keletkeztek. Nem kitalált egy dolgot, és aztán hozzáadta évezredekkel később a következőt. Ez a rendszer együtt működik, különben nincsen élet. Zsoltárok 148 szintén egyértelművé teszi ezt a dolgot 1-től 8-ig. Így szól. 3-as. Dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt mind fényes csillagai. Ugyanúgy, ahogy a teremtéskor, ugyanabban a sorrendben. Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok. Ezek szerint vannak vizek az ég felett. Azért a náza azért úszkál a vízben. Dicsérjék ők Jahuának nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel őket, törvényt szabott, és nem tér el attól. Azaz nem úgy keletkeztek ezek a dolgok, hogy megteremtette őket, aztán később hozzáadott még dolgokat, és kitalálta, hogy legyenek évszak. Örök időre állította fel őket, törvényt szabott, és nem tér el attól. Honnan tudjuk, hogy ez az évszakra is vonatkozik? A 8-asból kiderül. Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik. Törvényt szabott, nem tér el attól, örök időre állította fel őket. Tűz és jégeső, hó, köd, szélvihar, az ő rendelését cselekszik. Örök időktől fogva. A kezdetektől fogva. Ahogy mondtam, ha utána nézzünk a dolgoknak, láthatjuk azt, hogy az elméleteink helyesek, vagy sem. Ez a feladatunk. Ezért mondta a Saul, hogy a hit hallásban van, a hallás Elohim igéje által. Sőt, zsidókhoz szerzője ezért írta azt, hogy aki Elohim elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nem azok, akik ismételgetnek bizonyos elméleteket, vagy filozófiát, hanem azok, akik őt keresik. A következő filozófiai gondolat, ami megjelenik, az az, hogy a virasztók, az őrzők tulajdonképpen, angolul a watchers, a magyarul őrzők, talán egy jobb verzió lenne a fordítása, de mindegy, ért közben járt Hanok, ami ugye úgy történt, hogy lejöttek az emberek, ez megtörtént, ez a bűneset, megkérték Énokot, hogy járjon közbe az ő bűneiket. Nyilván tisztában voltak azzal, hogy ő Elohimmel jár, tehát ő képes erre. Ugye arról beszélek, hogy hogy tetszik ez nektek. Hogy szerintem ez nem lehetséges. Az mindegy, hogy nekünk hogy tetszik, annak nincsen jelentősége, hogy szerintünk mi van, mi a mi véleményünk, vagy a mi filozófiánk, vagy álláspontunk. Amennyiben nincsen bizonyítékunk arra, hogy ez nem történt meg, vagy nem történhetett meg, akkor az mindig csak a mi véleményünk marad. Az, amikor a véleményünket ismételgetjük, és másoknak azt úgy adjuk elő, mint egy tény, azon megzavarunk másokat. Ez az, ami itt történik ebben a videóban gyakorlatilag mindvégig, és most már remélem, hogy mindenki látja ezt pontosan. Elméletek, vélemények, szerintem, szerinted, mit szólsz ehhez, dolgok tényként vannak az emberek elé tárva. Ugye arról beszélni, hogy a fejem megfájdul ettől, nem is csoda, hogyha az ember filozófiákat, meg teológiákat, meg véleményeket próbál a valósággal összhangba hozni, erre építi fel a világnézetét, akkor mindig is meg fog fájdulni az ember feje. Ha valaki nem érti, az nem azt jelenti, hogy nem úgy van. Az csak azt jelenti, hogy még nem értette meg, hogy hogy van az a dolog. Még egy érdekesség az angyalokkal kapcsolatban Tehelim Zsoltárok 82.6-tól 7-ig így ír. Én mondottam, hatalmasságok vagy Elohim vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy ez nem beszélhet emberekről, hiszen minek mondaná azt az embereknek, hogy elhullotok, mint egy közember, vagy egy főember. Ez szintén Elohim fiaira utal, Elohim fiainak hívja még mindig azokat az angyalokat, akiket már büntet. Ezek szerint hívja azokat, akik elhagyták őt, még mindig a fiainak. A másik két verzió így szó Elohim a piráknak.
Bár Elohimek vagytok, felséges fiai, mindnyájan mégis meghaltok, mint minden ember, lehullatok, mint minden uralkodó. Azt mondtam, ugyan, újfordítás, Elohimek vagytok, a felséges fiai, mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullatok, mint bármelyik főember. Hogy ők honnan szedik a bírákat, azt nem tudom, de az kétségtelen, hogy nem emberekhez beszél, hiszen azt mondja, hogy meghaltok, mint az átlagos ember, vagy bármelyik főember. Ezek után arról beszél, hogy az angyalokat, ugye a mennyben levőkhöz imádkoznak az emberek, hogy vigyétek ügyünket a magasságos elé, hogy a Bibliában az angyalok nem járnak közben az emberekért, és ez nem történik meg a Bibliában. A megdöbbentő ebben az, hogy 10 perccel ezelőtt ugyanezt a verset vagy fejezetet idézték, és ez elkerülte a figyelmüket. Daniel 12.1 például, és abban az időben felkér Mikhail a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Ezek szerint csak vannak angyalok, akik a emberekért állnak. Sőt, az angyaloknak ez lett volna a feladata. Malak, ami az angyal. Ha megnézzük, ugye ez a malák kifejezés, ez angyal vagy üzenet közvetítő, vagy nagykövet. A jelentése egyébként nem az, hogy angyal, az angyal nem jelent semmit. A jelentése az, hogy üzenet közvetítő, vagy képviselő. Az angyal egy kifejezés, amit mi adtunk neki, egy név, egy elnevezés. A funkciója ezeknek üzenet közvetítő, vagy képviselő volt. A malák a Strong's definíciók szerint annyit tesz, mint üzenet közvetítő, vagy üzenő. Különösképpen Elohimtől. Azaz egy angyal, egy proféta, egy pap, egy tanár, egy nagykövet, egy angyal, király vagy üzenet közvetítő. A Gesenius Heber Kádási lexikon megmutatja azt, hogy az angyal vagy a malák annyit tesz valaki, aki küldött, egy üzenet közvetítő. A második jelentése üzenő Elohimtől, egy angyal. Milyen üzenetet hoz, hogyha mi nem vagyunk kapcsolatban ezekkel a lényekkel? Ez az egész feladatuk. Az, hogy hogy került el ez a figyelmüket, hogy azt mondják, hogy nem jár közben az angyal az emberét, az angyalnak ez a feladata. Nem csak a feladata, az a malák szó, ami az eredetiben szerepel, ezt jelenti. Egy üzenet közvetítő. Ha megnézzük az új szövetségét, agelos, kifejezés ugyanezt jelenti, angyal vagy üzenet közvetítő. Az angyal az csak a mi elnevezésünk úgy erre az üzenet közvetítőre. Az eredeti jelentése, illetve az írásban használatos jelentése annyit tesz, mint üzenet közvetítő. Valaki, aki el van küldve. Egy angyal, egy üzenő, üzenet közvetítő Elohimtől. Egy követ. A Strong's definíciója a szónak láthatjuk szintén üzenet közvetítő vagy üzenő. Különösképpen egy idézőjelbe tett angyal. Az angyalnak nincs értelme. Annak van, hogy egy üzenet közvetítő, mi így hívjuk őket. Azonban az eredeti jelentése üzenet közvetítő, üzenő, vagy pedig egy követ, az, aki el van küldve. Úgyhogy az ember azon gondolkodik, ha ezek a tények elkerülték a figyelmüket, hogy az angyalok nem járnak közben az emberekért, akkor vajon mi az, amit megértettek ebből az egészből, hiszen maga a szó ezt jelenti. Az, hogy mi az angyalokra úgy gondolunk, mint egy szárnyas nő, az egy másik jelenség. Az nem az írás problémája, hogy mi hogyan értelmezzük ezeket a dolgokat. Az lehet, hogy egyetlen közben járunk, az főpapként a másiák, ez kétségtelen. Azonban az embernek mégis vannak álmai, az emberhez eljutnak bizonyos gondolatok, a Ruach HaKodes, az egy szent szellem, az is valamilyen spirituális lény. Ezen kívül láthatjuk, hogy létrehozott egy égi sereget, melyeknek az a neve, hogy üzenők, vagy üzenetközvetítők, vagy küldöttek. Valami oka volt, hogy létrehozta. Így irányítja az emberiséget, így segíti az életünket. Sőt, az ellenség és serege is itt van, hiszen azok az angyalok szintén kiváltak ebből, ők is itt tevékenykedek. Mit gondolnak az emberek, hogy miért ilyen a világ? Valami erőnek ezt irányítania kell, ami a világon zajlik. Azt nem mondhatjuk, csak azért, mert mi nem hiszünk benne, hogy ezek meg vannak kötözve valahol a föld alatt. Persze, ez az, ami mindenkinek eszébe jut először, de aztán rájön, hogy a világ valamiért elcsúszott ebbe az irányba, ahova haladunk. Hogyha ez a két erő nem harcol le egymással, akkor már rég elpusztult van az egész föld.
Ugye arról beszélnek ezek után, hogy Rafael az csak egy kitalált angyal, hiszen a Biblia nem ír róla. Az lehet, hogy a Biblia nem ír róla, az nem azt jelenti, hogy ő egy kitalált angyal, az csak azt jelenti, hogy nem szerepel az írásokban, amelyeket mi kanonizáltuk, vagyis hát használunk, mint kanonizált írást. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik. Főleg akkor, mikor megnézzük a neveket, Michael, vagy Rafael, vagy Uriel, és a többi, mint Elhez kapcsolódik. Elohim, mint El. Miért nem nézik meg a jelentését, és akkor rájönnénk arra, hogy ennek igenis van jelentősége. Michael például azt jelenti, hogy aki olyan, mint Elohim. És bár Uriel, mint angyal nem szerepel az írásokban, de a név maga azt jelenti, hogy Elohim a fényességem. Uriel. Uriel szerepe mellesleg az égi seregnek a fenntartása, illetve annak a rendszernek a fenntartása, az égi sereg, ugye, mint a csillagok, amik nem más, mint ez a malakim, ezek az angyalok, ezek az üzenet közvetítők. Következő probléma, amivel szembesülnek, az az, hogy ugye arról beszélnek, hogy a görög mitológiában szerepelnek a szirének, és ugye itt a nők, akik az angyalok és az emberek szövetségéből keletkeztek, azok sziréneké lettek, ugye miután meghaltak. És hogy ez a görög mitológiában van. Hogy kerülheti el valakinek a figyelmét az, hogy ez az esemény, amiről Énok beszél, ez 3000 évvel a görög mitológia előtt keletkezett? Az a baj, hogy az egész nevetséges szintre süllyed le egy idő után. A görög mitológia mindent a korábbi mitológiákból vett át. Hogy lehet azt mondani, hogy egy időben hamarabb írott mű vesz át valamit egy időben később írott műtől? Ez remélem érthető mindenki számára. A másik probléma ugyanaz, mint az angyal. Valószínűleg Énok nem szirén kifejezést használt, hiszen egy másik nyelven beszélt. Érthető? Egy másik nyelven beszélt. Látjuk azt, hogy nem angyal szót használt, hanem malák szót használt. Az, hogy mi hogy fordítjuk ezt le, vagy a mi fejünkben hogy jelenik meg, az nem Énok hibája. Ő leírt egy történetet, amelyben szerepelt egy karakter, ami az angyalok és a nők párosodásának eredménye, és nő lesz, és meghal, és annak a lelke lesz valami. Kétlem, hogy a szirén szót használt, de ha azt is használta, számára nem azt jelentette, hogy egy vízben úszó, félig bálna, félig nő, aki oda csábítja az énekével a férfiakat. Mi nem hibáztathatunk valakit, aki megír egy szöveget azért, hogy mi hogyan értelmezzük azt évezredekkel később. Különösen nem úgy, hogy arról beszéljük, hogy ez a görög mitológiában van. 3000 évvel azelőtt írta Énok ezt a könyvet, legalább, hanem 4. Legalábbis a történet akkor játszódik. Mi köze van ennek az egésznek a görög mitológiához? Ezután arról beszél, ugye, hogy nem könyörül bukásatokon, hanem örvendezni fog teremtőtök pusztulásatokon. Ez Hanok, Énok 94.10. Ugye arról beszélnek ezután, hogy Ezekiel 18 arról ír, hogy hát kívánom én a gonosz halálát, ezt kéri Jahua Elohim, nem inkább az, hogy megtérjen, és nem gyönyörködöm a meghaló halálában, stb. Stb. Ugye erről beszél. Aztán pedig Ezekiel 33-ban, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában. Persze, hogy nem gyönyörködik a gonosz halálában, azonban annak örül, hogy eltűnik a gonosz a földről. Mellesleg, ha megnézzük, 5 Mózes, Deberim 28.63, így szól, és amiképpen örvendezett Jahua rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított, aképpen fog örvendezni Jahua rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket. És ki fogtok gyomláltatni arról a földről, mert te bemégy, hogy bírjad azt. Azért, mert ő utálja a gonoszt. Elfordul a gonosztól. Nem az embert utálja, utálja a gonoszt. Azt a szellemiséget, ami az embert átjárja. Vagy a Ruach HaKodesh járja át az embert, vagy egy másik szellem, vagy egy másik szellem csoport. Ez az, amit ő utál, és igenis örvendezik annak, amikor ez kigyomlálja a földről. Úgyhogy Énok nem mond semmi olyat, ami a Bibliával ellenes lenne. Utána arról van szó, hogy ez ellenkezik Istennel, és ez Isten lejáratásáról szól. Itt maga ő mondja a saját szájával 5 Mózesben, hogy örvendezni fog, amikor kiveszt és kipusztít titeket. Akkor hogy ellenkezhet ez? Milyen fajta kutatás előz meg egy ilyen munkát?
mielőtt az emberek elé tárja az ember a véleményét, és arról nem is beszélve, hogy ez aztán több ezer embert fog befolyásolni majd olyan ilyen vagy olyan irányba. Miközben egyértelmű az, hogy amit állítanak, szinte mondatról mondatra, szóról szóra nem igaz. Aztán arról beszélnek, hogy ki lehet vágni a Bibliából részeket, és össze lehet állítani egy ilyen könyvet, és ők is össze tudnak állítani ilyet. Az a probléma, hogy még egy órás videót sem tudnak összeállítani úgy, hogy ne legyen tele ellentmondásokkal, nem hogy egy egész könyvet. Még ha az írásból is veszik ki az idézeteket, ahogyan láttuk azt itt, még így sem megy, hogy összeállítsanak egy olyan műsort, amiben nincs ellentmondás. Nem az, hogy nincs ellentmondás, ami nincs tele azzal. Nem, hogy egy könyvet megírni. Még egy példát hagyd mutassak, és Jehu Ézsaiás 53:10, és Jahua akarta őt megrontani betegség által, bizony az örökkévaló akarta összetörni őt. Jahua akarata volt az, hogy betegség törje össze. Ez ugye a másiákról beszél. Attól függetlenül ez szintén arra egy nagyszerű példa, hogy az atya azt csinál, amit akar. Nekünk mi nem tudjuk azt megítélni, amit ő csinál a mi gondolkodásmódunkkal, hogy az gonosz, vagy sem, vagy az negatív, vagy pozitív. Ő azt csinál, amihez csak kedve van. Ahogyan azt láthatjuk, Tehelim 135:6, mind megteszi Jahua, amit akar. Egekben, földön, vizekben, minden mélységben. Vagy igen, az örökkévaló mindent megtehet, amit csak akarja, Jahua megteszi égen és földön is a mélységes tengerekben. Mi a primitív gondolkodásmódunkkal nem tudjuk megítélni, hogy az, amit ő cselekszik, az helyes, vagy sem, vagy jó-e, vagy rossz. Oké, 38 percnél, illetve 37:50-nél arról beszélnek, hogy ugye Énok arról ír, hogy megméri az emberek cselekedeteit mérlegekben, és hogy ez nem bibliai. Én még egyszer mondom, ez sokkoló az, amit ők állítanak, és az a tudatlanság az írással kapcsolatban, amit demonstrálnak ezekben a videókban, de nézzük meg, hogy mit mond maga az írás. Ez ugye Daniel, amiből szintén idéztek, mert ezek a dolgok elkerülik a figyelmüket. Ötös fejezet, és ez az írás már feljegyeztet. Mene mene tekel ufarsin. Ez az, amit Belsezárnak felírt a kéz, mely ki a semmiből előjött és felírta a falra az írást. Ez szavaknak értelme. Mene számba vette Elohim a te országlásodat, és véget vet annak. Te kell, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz eloszlatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. És akkor szól a Belsezár, azaz Belsezárhoz beszél. Mit mond? Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Mi az, amit ők mondanak? Az, hogy ez Bibliában nem található meg, hogy az ember cselekedetei megméretnek a mérlegen, és ez egy pogány tradíció. Mikor ide van leírva, hogy Belsezár megméretett a mérlegen, és híjával találtatott. De nézzük, hogy mit ír 1 Sámuel 2:3, azaz Samuel Aleph. Ne szóljatok oly kevélyen, büszkén, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Elohim Jahova, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Ha megnézzük a másik két fordítást, szintén azt látjuk, hogy mérlegelésről beszél. Ne szóljatok olyan kevélyen, ne mondjatok kérkedő szavakat, mert minden tudó Elohim az örökkévaló, ő mérlegel minden tettet, míg a másik, az új fordítás, és a tetteket ő méri le. Mellesleg ezzel egyetért az angol verzió, ez ugye a King James verzió, ami arról beszél, hogy a cselekedeteid leméretnek. De ha megnézzük az eredeti szót, tekán, melynek jelentése az, hogy egyenlő vagy, hogy lemérni valamit. Mérlegelni, szabályozni, lemérni, megbecsülni, vagy pedig kiegyensúlyozni, mint a mérlegen. Egyenlővé tenni, szintbehozni, lemérni. Az eredeti jelentése a szónak, illetve a Strong's definíció szerint egyensúly, vagy valaminek a kimérése, úgy mint súllyal, vagy pedig a meghatározása. A Gesenius Heber Kádeusi lexikon arról ír, hogy valamit egyenlővé tenni, vagy kiegyenlíteni, lemérni. Folytatni fogjuk a következőkben a Noé bárkájával és a többi filozófiával, ami elhangzik itt ebben a videóban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!